what is fun? Just go Moscow as a foreign, thank you very much! Benny McGann should get the Mozilla, the Jesus! Senkit nem érdekel, Jossi, hogy hangos vagyok-e vagy nem, kussolj a cseten! Mi az a Shaken Fidges és mitől olyan különleges? A Shaken Fidges egy vidám fantasy akciódíjnyertes szerepjáték. Őrülten hangzik, igaz? Hisz több mint 50 millió játékos teszi igazán különlegessé, híressé és szórakoztatóvá ezt a játékot. Hozd létre a saját képernyőhősödet és hódítsd meg a becsületcsarnok tetejét. De nem ilyen egyszerű a feladat, ugyanis szerte a világban játékosok állnak közted és a győzelem között a PvP arénában. Le tudod győzni őket? A haverokkal között szétalapítva sokkal erősebbé válhatsz, nem beszélve a rengeteg értékes zsákmányról, ami a tiétek lehet, ha persze jó csapatot alkottok. Állalj küldetéseket, végezz izgalmas kalandokat, lépj szinteket, gyűjts aranyat, szerezz becsületet, válj legendává. A játék tartalmaz magyar nyelvet, így nem kell aggódnod, hogy nem fogod érteni bizonyos részeit, ha esetleg elakadsz valamelyik küldetésedben. Töltsd le a telefonodra, vagy játszd a számítógépeden bárhol a Shaken Fidges játékot, ugyanis teljesen ingyen hozzáférhetsz, amikor csak kedved szottyan. Használd a videó leírásában található linkeket, vegyél fel barátnak, játszunk együtt, hódítsuk meg a becsületcsarnok tetejét. Shaken Fidges, legyél te a legenda! Én nem van megjelenéshez, itt egy újabb élőadás, és ebben az élőadásban újra!
Gyere szék, gyere, gyere! Gyere szék, gyere! Gyere már! Nem akar velem táncolni a szék. Jó ez a zene. Állj is le. Állj le. Elég volt? Elég volt. Na. Akkor egy normális beköszönés is legyen már, mert azt fogják inni, hogy hülye vagyok. Ezért most normálisan fogok beköszönni. Elfáradtam. Azért szeretnék normálisan is beköszönni természetesen, mert a végén még szüleid azt hiszik, hogy tényleg idióta vagyok. Úgyhogy engedjétek meg, hogy a normális énemet is megmutassam. Szóval... Üdvözlök mindenkit a szélemben múlva megjelenéshez! Itt egy újabb élőadás, és ebben a szélőadásban újra, hallod, újra horrorral fogunk játszani. Úristen, már megint nagy a homlokom. Jó, hát az nem tud összemenni. A homlokom az nem tud összemenni, hölgyeim és uraim. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki azt írja, hogy Péter, nagyobb a homlokod, mint tegnap. Már lenőtt a hajam, de holnap meg lesz csinálva. Akkor mutass nekem még egy olyan videóst, aki ASMR-t csinál élőadásban a homlokáról. Ezt hallgasd. Relaxing, relax, relax, bro. Homlok ASMR. Homlok ASMR. Na, mai ASMR-unk is meglett. Köszönjük szépen. Páratlan? Nagyon szépen köszönöm. Mutass nekem még egy streamert, aki... piros lett a fejem. Ez egy pattanás? Ja nem, jó. Mutass nekem még egy streamert, aki ezt megcsinálna neked élőadásban. Tudsz nekem még egy olyan embert mutatni, aki ezt megcsinálja? Nem. Ez kínos volt. Nagyon helyes. Ezt szeretem, ha valami kínos. Josi, zene. Na! Ez páratlan. Kész. Mindig valami újat kell adni a cseten. Na, üdvözlök egyébként mindenkit az én nevem Over Black Candlery. És ez itt egy újabb élőadás lesz. Én azt 14 órakor kezdtem el ezt az élőadást, de ennek sok az oka egyébként, mert én kitettem egy szavazást, megkérdeztelek benneteket, odaálltam elétek, és megkérdeztem, hogy bro, figyelj! Így odaálltam eléd, érted? Oda mentem, és bro, mondd már meg nekem azt, hogy mikor lenne jó neked, hogy az élőadások lennének, és meglepően sokan azt írták, hogy 17 óra nektek a megfelelő idő, tehát akkor megpróbálok 17 órakor elkezdeni élőadást. Igaz, hogy most 4 óra van, ne tévesszem meg a dolog. De hát ugye, amikor Shake and Fidgets együttműködés van a live-ban, akkor általában mindig egy órával hamarabb kezdek, mert ugye Shake-kel fogunk játszani, meg beszélgetünk, meg elmesélitek, hogy milyen napotok volt, meg minden ilyesmi. Úgyhogy 17 órakor, ha itt maradsz, vagy visszajössz, de 17 órakor játszani fogok egy horror játékkal, ami hát eléggé durvának tűnt így nekem elsőre, viszont nem biztos, hogy hosszú. Viszont biztos, hogy nagyon-nagyon-nagyon kiégős és vicces és félelmetes lesz, úgyhogy ha valaki nem szereti a horrort, az ő baja. Let's go! Örülök, hogy itt vagytok, köszönöm szépen, hogy itt vagytok ilyen későn, és hogy telt a napotok. Aki a Shake-et nem ismerné, hát azt ugye nem kell már nagyon bemutatnom, szerintem. Ezzel a játékkal én már nagyon sokat játszottam.
tudjátok, ez az a játék, amiben küldetéseket fogok majd csinálni. Most vannak ilyen eventek, és 20.000 frissítés kezdődően, oh my god! Úgyhogy mindjárt körbenézek egy kicsit, csak elfogadom az első küldetésemet, hogy ez pörögjön folyamatosan. Oh my god! Hölgyeim és uraim! A mai játék neve, a mai horror játék neve a Fatal Frame lesz. Vagy nem Midnight, nem Fatal, az egy másik játék. Midnight! Az. És elvileg a nővéremet megszámja majd a démon, de én meg Péter vagyok, és érted fogom, és Lachen Starks ennyi. Nagyon szépen köszönöm. Hajnalka Jakab! Nagyon szépen köszönöm neked a támogatást. Kemény 1000 forint. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, Hajni. Beteg vagyok, és olyan jó ez a homlok hang. Látod? Nem mond nekem, Hajni, hogy ettől nem fogsz meggyógyulni. Ezt csak és kizárólag neked küldöm. Remélem jobban leszel. Hello, szervusztok! Szalai Gábornak köszönöm szépen a 16 hónapos tagságot, Capricornnak a 17-es tesó, Bihari Patriknak pedig a tagságot. Oh my god, thank you very much! Köszönöm szépen mindenkinek, aki itt van. A mai napom eléggé lazán telt, megmondom őszintén. Hát megnézzük, hogy így, hogyha 17 órakor vannak az élőadások, akkor esetleg többen ráértek-e. Tudom, hogy valakinek 17-ig tart a suli, tudom, valaki már otthon van. Tudom, tesó, tudom, hogy ez általában így változik. Tehát én ezt teljesen meg tudom nektek érteni. De megnézzük, egyébként a 18 órával nekem nem nagyon volt problémám, hogyha 17 nektek megfelelőbb, akkor próbálok hozzátok alkalmazkodni, csak hogy minél többen elkapjátok az élőt, mert szoktátok írni, hogy nem értem el az élőadást, Peti. Sajnálom. Nekem van egy sziopata osztálytársam. Én vagyok? Jól készülünk az érettségre. Viktória, nyomjad! Nyomjad, érted? Úgy nyomjad, mint én a széknek az előbb, érted? Itt a dance partit. Letáncoltam a saját gamer székemet, ezt most őszintén, srácok, most őszintén. Már jobban vagyok, eskü. Oké, Hajli, ennek nagyon örülök. Pegypower, Cyber Sky Presents, Kosdi Virág, sziasztok. Anna Fekecs, szöszönöm, Moonmarker, Szerbusz Törpe, Állati Nagy Panzió, mi ez a név, imádom. KKY Ember, Palkó, nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagyok, Tímea Urgyán, Zsombor Kerekes, Gábor, Cute Fox, Hehi, Gergő Suhaj, Patrik Áron, Gábor Bíró, MC Jani, tesó, Jani, Mizu Veler, 400 forint, nagyon szépen köszönöm. Szia Peti, hogy vagy, és sok sikert a játékhoz. Köszönöm szépen, Janikám, nem tudom. Megint egy elképesztő horrorról elkezdtem neked, egész pontosan 17 órakor fogom elkezdeni, körülbelül. Addig meg beszélgetek veletek, meg neveket olvasok, meg ilyenek. Mert hát tudjátok, hogy sokszor mondjátok, hogy nem nézem a chatet, úgyhogy ezt az időt ezt veletek töltöm, és közben természetesen a küldetésemet csinálom, a leleplezett lepel. 7 perc van még ebből a küldetésből, addig tudok veletek itt beszélgetni, meg ilyesmi. Jó a hajat, Pety! Á, figyelj, az a helyzet, hogy nézd, mert itt le van nőve. Holnap fogjuk majd kiszőkíteni, aztán egy darabig megint nem fogom befesteni. Megpróbálok egy kicsit, hogy regenerálódjon meg ilyenek, de amúgy lehet mindjárt kibontom, mert nem tudom, így úgy nézek ki, mint egy... Tényleg ez a homlok amúgy, ez nagyon kiábrándító. Tehát erre le tudna szállni amúgy a londoni. Hétfőn kompetenciát írok. Eli! Ne félj a kompetenciát. A kompetencia az olyan könnyű, mint hogyha kimondanád azt a szót, hogy Schlicket Breitschlitz. Úgyhogy nem kell tőle félned, hidd el nekem őszintén, nem kell tőle félned. Ja, és amúgy! Hallod, figyelj! Most hétvégén, csak mondom neked, hogy most hétvégén, szombaton, Zsédavnak az animációs filmjét fogják vetíteni a Lourdi moziban, a szerver Zoomot, és én is ott leszek, és remélem te is eljössz mozizni. Ha esetleg még nem, akkor már most szólnék, hogy már csak, hát nagyon durván fogynak a jegyek, már 85%-ba elfogyott, ha szeretnél eljönni a szerver Zoom vetítésre, most szombaton, akkor mindenképpen még most talán be tudsz szerezni egy jegyet. És akkor talán tudunk is találkozni, hogyha arról van szó. Úgyhogy ja, szombaton mozizás, nagyon kíváncsi vagyok, hogy Zséda barátom mit hozott össze, mit hozott elő a tarsolyából. Természetesen én is benne vagyok a filmbe. Tetszik a karakterem, de kíváncsi vagyok, hogy mi lesz velem, hogy tolom, úgyhogy ja. Úgyhogy szombaton szerver Zoom a Lourdi moziban, Budapesten. Nem csak én leszek ott, hanem ott lesz még Jánosi Gergő, Zsédav, Ice Blue Bird, Dogi Andy, meg akik még benne vannak a filmben. Animátorok, azt hiszem. Ja, úgyhogy mindenkit várunk sok szeretettel. Ah, imádom az ilyen zenéket! Én amúgy a zenéket... Én nagyon szeretek mindenféle zenét hallgatni, de az ilyeneket hallod? Úristen! Ne kérdezz, hogy miért vagyok ilyen hülye. Rachel-t kérdez, 2 éve együtt vagyunk, együtt élünk. Azóta a nő, hallod, nagyon ki van. Most is.
Tuti nézze az előadást, most tutit kapni fogok amúgy a fenyemre. Szóval ja, várunk mindenkit sok szeretettel most szombaton a Lurdi moziban, aki szeretne megnézni a mozifilmet. Zsédav biztos, hogy nagyon király munkát végzett, úgyhogy let's go. Ja, aztán, még most megkérdeznéd, tudom, most fognak jönni a kérdések. Elmondom, hogy még videós találkozókon lehet majd velem találkozni, mert mostanában nagyon keveset voltam videós találkozón. De most elmesélem nektek, jó? Tehát, aki esetleg szeretne az öreg Péterrel találkozni, vagy megcsapkodni a homlokát, akkor... Mi? Akkor annak mondanám, hogy Miskolcon lesz videós találkozó április 13-án. Ott leszek. Április 13 Miskolc, Művészetek Házában. Aztán Hódmezővásárhelyre is elmegyek, április 21-én. Ott is lehet az öreg Péterrel találkozni. Aztán Budapesten lesz videós találkozó, kétnapos, április 27 és 28-a. Szóval áprilisban egész pontosan három helyszínen is leszek, Miskolc, Hódmezővásárhely és Budapest. Budapest kétnapos rendezvény, szóval aki budapesti, annak szombaton meg vasárnap is van lehetősége eljönni, vagy csak az egyik napra. Aztán pedig lesz Kecskeméten is videós találkozó, május 5-én. Oh my god! Oda is elmegyek hozzátok. Aztán pedig Győrben lesz május 12-én, a születésnapom után egy nappal, mert május 11-én van a szülinapom. Úgyhogy oda is ellátogatok hozzátok. Várok mindenkit sok szeretettel, aki esetleg miattam szeretne eljönni. Készülök ajándékkal nektek, FNAF-os matricával, meg ilyenek, úgyhogy... Még ezt lehet nem kellett volna elmondani, mert ez ajándék lett volna. Na most már mindegy. Szóval jó, el fogok menni egy pár helyre, találkozni veletek, mert már régen találkoztunk. Owen, nagyon tetszik a Berényi körszakállat. Ne is mondd, ma úgy le fogom borotválni, érted, hogy mint a hihetetlen. Amúgy meg Yoshi azt mondta, hogy ronda vagyok, én meg azt üzenem neki, hogy ő rondább. Tehát, ennyi. Köszönöm szépen a... Ó, köszönöm szépen MC Jani. Egy kis pénzt tuttira, nem tudok menni moziba sajnos. Semmi baj, Janikám. Nem kellett volna ezt a 400 forintot sem elküldened. Azért örülök, hogy itt vagy. Diablo, köszönöm szépen a tagságot! Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki itt van. Szerbusz NGT Norbert ZGZ, jó, mert kedves Swedish-en vagy. Akkor mi van az NGT a nevedben? Meg lehet kérdezni? Megkérdezhetem esetleg? Csak kérdezem. Csak kérdezem. Inkább szerencsés. Szalai Gábor, Tibi, Kuzsavitek, sziasztok, Éva, Jónás, Dorina, Nándi, Robert, Szalai. Sziasztok. Ja, már csomószor beolvastam ugyanazokat a neveket. Állati Nagy Panzió. De neked miért ez a neved, hogy Állati Nagy Panzió? Nekem május 30-án a születésnapom. Az is jó egyébként. Azzal sincs semmi gond. Az a baj, hogy én nem leszek itt, mert 5-kor mennem kell edzésre sajnos. Semmi baj, olcsó macsó, te somsz. Semmi gond, vissza tudod nézni az élőadást, te is tudod. Imádlak. Köszönöm szépen, Nina, the noob. Emma, mexikói szakál. Nem, ez Berényi körszakál, kérlek szépen. Ez egy Berényi körszakál a barátok közből. Új, Péter vár, felejts el mindent, ami fáj. Ez vagyok én. Na, tetszett is a homlokot. Köszönöm szépen, nekem is tetszik. Én csináltam a homlokom. Tetszik a pólót. Köszönöm szépen. Ezt a Rachel-től kaptam egyébként. Milyen napod volt eddig, Pety? Köszönöm szépen, jó, Rambó! Rambó itt van! Rambó! Oh my god! Rohadt nagy fanod vagyok, Rambó. Imádom az összes filmedet. John W. Rambó, érted? Rambó. Én most már nem félek. Itt van Rambó a csetel. Rambó itt van. Úgyhogy bármi jön, érted, ebben a horror játékban ma, ha Rambó itt van, akkor nem kell félni semmitől. Hogyan kell kokonosi tannak lenni? Hát a csatlakozással, nálam 200 forint a tagság egyébként. Szerbusz AXD Alu. Szerbusz, Jacka Masko, thank you very much to the question. I'm fine, thank you very much. Nálad mindig angolul próbálok beszélni, még akkor is, ha nem tudok, és nem tudom miért, Jucko, Jacko, Szalai Gábor. Hányszor fogom még beolvasni a Szalai Gábor nevet amúgy? Csengegőgös, nekem április 19-en a születésnapom, az tök jó. Bihari Patrik, szerbusz! Nagyon sokat kellett várnom, de végre sikerült tag lenni. Bihari Patrik, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon gratulálok hozzá, és élvezd ki, gyere fel Discordra! Csa-csa-csa! Köszönöm szépen, 0101, szia, szerbusz! Itt van Hendovics! Hendovics is csatlakozott? Hendovics is csatlakozott.
Endovics is csatlakozok, figyelj, megüttessem a fejemet egyébként, feljátok, hogy minden igaz, akkor be tudom állítani azt, hogy egy macska szíjjel verje a homlokomat. Mit szóltok hozzá? Figyelj, itt van a macska, és most fogom, érted, és talán így, aha, figyelj, szétveretem a fejemet. Mit szóltok hozzá? Most nagyon fogja kapni a homlokom. Tehát most, hölgyeim és uraim, oké. Nézzük csak most, mert még meg kell fordítani a cicát, hogy szétverje a fejem. Én azt akarom, hogy csatogjon a homlokom. Most lesz a jó, most. Várjál. Hová tűnt? Hol van? Ez az, jó, várj, még nem jó. Ez még nem jó. Most? De ne, várjál már, most ne már! Szíjjel veri a fejemet a macska! Szoktam kodozni? Hát Imuval meg Andival szoktam néha játszani kodolt, de nem streamen, de nagyon béna vagyok, ők nagyon jók, de én nagyon béna vagyok, engem mindig széjjelőnek. Bence Kápol, nagyon szépen köszönöm a tagságot, innen is köszönöm szépen, állom nagyon jó, hogy szétveri a homlokomat a macska, figyelj! Ah, yeah! Te szülye! Miért? Hallod? Amikor Péter felvadul az internetre, hallod? Úristen, az, hogy a kapod! Hát igen, ez Rambó macska, érted? De nagyon kiégek, nagyon hülye vagyok amúgy. És a Ráhel mindig kiég az, hogy én meg tudom magamat röhögtetni, a saját hülyeségemen képes vagyok szakadni. Én ilyen vagyok egyébként, úgy percek ebből köszi szépen a tagság ajándékozást. Jaj, közben megcsináltam a küldetés, bro! Közben kész van a küldetés, hallod, annyira szétverettem itt a macskával a fejemet. Na, nagyon jó. Mit akartam, hogy megnézni, hogy itt van most egy ilyen Goblin Rinkage. Aha, így áll sört a fogadóban 3 alkalom. Aha, és akkor vannak itt ilyen, vannak itt most ilyen napi küldetések. 1000! Ott is megveszem! Ott is van, aranykereted! Hát ez nekem nagyon megérte az aranykeret, tudod? Hol az aranykeretem, bro? Ez, hát ezt jól elcsesztük lehet amúgy. Na egy újabb démonkapu küldetés, erről van szó, hallod? Szétvertem a macskával a homlokomat. Nagyon jó! Nem sokára, egész pontosan egy ilyen fél óra múlva kezdem is a mai horror játékot, és már előre félek amúgy, guys. Elvileg megint nagyon erős jumpscare-ek lesznek benne. Ja, igazából a Párom fiúknyán lettem tag, amúgy Rella vagyok. Azt a videót, ja jó, van oké, és bocsánat. Szia, Pek, nekem szeptember 11. 2 évvel ezelőtt jöttem volna, akkor én lennék az emberek embere. Lehet! Igen, szia Owen, euró, miért nem tudok tagságot vásárolni? Hát valószínűleg azért, mert forint alapú a rendszer, vagy nem tudom. Mi a neved Shaken Fidgets-ben? Na hát az Owen McCarthy szerintem. Igen az, Owen McCarthy, és a magyarok CH-ben vagyok. Na, a magyarok CH-ben vagyok, nyugodtan jelölj be, ha szeretnél. Én is megröhögtettem magam, én is ilyen vagyok amúgy. Ezt nagyon kapod a taköslét a macskától, igen. It's Danny 5 hónapos tag, én a vásárhelye videós találkozóra megyek, még mindig a best vagy, nagyon szépen köszönöm Danny 5 hónapos tagság, köszönöm szépen, jó a tetó, figyelj, ez itt a Joker tetoválásom, azért figyelj oda, azért Pétert figyeld, azért figyelj, most már valaki beszól nekem, Capricorn szokott beszólni, úgyhogy most már széjjel fogom verni a fejét a Capricornnak. De hogyis. Peti, csak kíváncsi vagyok, hogy tervezel újabb tetkót csinálni. Igen, de valószínűleg a nyakamat fogom egy kicsit megváltoztatni, meg a lábamat szeretném folytatni. De egyébként lassan befejeztem, már nincs hova. A képregényednek mikor jön a negyedik része? Nagyon szeretném kiadni a negyedik részét a képregényemnek, csak az a baj, a regi nagyon elfoglalt, meg én is, megmondom őszintén, kicsit lusta vagyok, meg mással is foglalkoztam, de még ebben az évben minimum azt kiadom. Legalábbis megpróbáljuk. Legrosszabb esetben, nem tudom, Halloween-ra vagy karácsonyra, de igyekszek. Szóval el van törve a bal karom és nagyon fáj. Aj, virág. Ó, virág, az nem jó. Jobbulást kívánok neked hozzá. Pegy, te jössz a tavaszi korra? Nem hiszem, viszont a párom Ráhel ki fog menni, és remélem nem titok, ha elmondom, de Niftinek fog öltözni a Husband Hotelből, már meg is van a cucca.
csak meg kell még csinálni a hajat hozzá. Úgyhogy vele tudtok majd találkozni. Én nem biztos, hogy rá fogok érni, hogy kimenjek, de ő biztos, hogy ki fog menni. Úgyhogy a párom Ráhel niftiként fog megjelenni a tavaszi mondokonon. Olyan az a macska, mint Mogyi, csak a tesi tanára a találkozás után. Micsoda, de értem, mit van, menjen a game. Mindenképpen Puding és Ádám. Puding és Ádám! Neked üzenek! Nem sokára kezdem az élőadást, mármint úgy értem a Gameszkót, csak még itt egy-két küldetést azért megcsinálok. El is fogadtam most egyet, ugye itt vagyok a fogad... Ó, már készen is vagyok? Nice! És kaptam egy skippelőset. Puding és Ádám. Miért égtem ki ennyire ezen? Na, szóval, mindjárt csak éppen még most itt csinálom a küld. 5000 XP, most megint valami event van. Meg majd lesz egyébként húsvéti event is. Bocsánat, nem akartam röhögni azon, hogy... Jaj, bocsánat. Nem akarok senkivel se tiszteletlen lenni. Köszönöm szépen, Bence Köpül, a 2000 forintot, Sioman, egy kevés az új tetkóhoz, Ró, nem kellett volna. Köszönöm szépen a 2000 forintot. Richardnek van kedvenc hazvihotás karaktere? Nifty. Azért lesz Nifty. A tesóm is megy korra. Az jó. Ne írjatok XD-t a csetbe, létszi, mert eszembe jut, hogy Puding és Ádám. Sírok! Miért sírok? Jó, állj! Reklámot tegyünk be, légy szíves! Tegyünk be egy reklámot, kérlek! Mi az a Shakes and Fidgets és mitől olyan különleges? A Shakes and Fidgets egy vidám fantasy akciódíjnyertes szerepjáték. Őrülten hangzik, igaz? Hisz több mint 50 millió játékos teszi igazán különlegessé, híressé és szórakoztatóvá ezt a játékot. Hozd létre a saját képernyőhősödet és hódítsd meg a becsületcsarnok tetejét. De nem ilyen egyszerű a feladat, ugyanis szerte a világban játékosok állnak közted és a győzelem között a PvP arénában. Le tudod győzni őket? A haverokkal között szétalapítva sokkal erősebbé válhatsz, nem beszélve a rengeteg értékes zsákmányról, ami a tiétek lehet, ha persze jó csapatot alkottok. Állalj küldetéseket! Végezz izgalmas kalandokat! Lépj szinteket! Gyűjts aranyat! Szerezz becsületet! Válj legendává! A játék tartalmaz magyar nyelvet, így nem kell aggódnod, hogy nem fogod érteni bizonyos részeit, ha esetleg elakadsz valamelyik küldetésedben. Töltsd le a telefonodra, vagy játszd a számítógépeden bárhol a Shakes and Fidgets játékot, ugyanis teljesen ingyen hozzáférhetsz, amikor csak kedved szottyan. Használd a videó leírásában található linkeket, vegyél fel barátnak, játszunk együtt, hódítsuk meg a becsületcsarnok tetejét. Shakes and Fidgets, legyél te a legenda! Jaj, itt vagyok. Bocsánat. Bocsánatot kérek mindenkitől. Csak én nagyon elszoktam röhögni magam a neveteken, néha olyan nevek jönnek ide a chatbe, hogy én ezt így nem tudom. Tényleg. Oh, köszönöm szépen, hogy türelmesek voltatok. Visszatértünk ide.
itt vagyok, és folytatom is a következő küldetést. Ez nem rosszból nevetek a felhasználó neveken, csak egyszerűen olyanokkal találkoztam már itt, hogy ez nekem sok, ez nekem... Jóisten, nem tudom, azért mert lehet, hogy... Hát Ráhel azt mondja, hogy én minden hülyeségem bírok nevetni, és ez így van igazából, tehát, hogy... Én nagyon sok mindenen képes vagyok nevetni, hölgyeim és uraim, és ez az egyik ilyen dolog. Nem merek a chatre nézni. Jó. Megy a küldetésem. Szagos bajnok. Nem szagos bajok, szagos bajok. Hé, Josi, ez róla szól ez a küldi. Jó, na, állj meg. Állj meg, állj. Na, kész, hagyjuk ezt, jó? Hagyjuk. Na. Na, hogy vagytok? Meséljetek valamit, amíg tart a küldetés, addig... Addig én nagyon szívesen beszélgetek veletek. Én is néha a legnagyobb hülyeségeken nevetek. Igen. Mikor lesz Horror Game kb. 17 óra fele. Toljuk. Tekercsős vagy, oké. Okay. Én is mindenen tudok nevetni, én is ilyen vagyok, figyeljetek, sok azok, én inkább ilyen ember leszek, én inkább nevetek, érted? Én inkább jól érzem magam, nekem inkább jó kedvem lesz, inkább nevetek, mint az, hogy ez ilyen begyepesedett ember legyek tőled, ilyen... Istenem. Nem, Ádám, légy... nagyon szerettem a nevedet, soha ne cseréld le, nagyon szeretek. Oszkar kis Tali, hello, szervusz, sziasztok. Volt már itt olyan név, hogy nem tudom mik voltak már itt, az a baj, hogy olyanokkal találkoztam, hogy hihetetlen. Linet Lorenzo, köszönöm szépen a 200 forintot, de amúgy vannak nagyon jó nevetek. Tehát én amúgy gondolkodtam, hogy csináljak egy ilyen nagyon vicces összeállítást a nevetekből. Van egy testvérem és az a neve, hogy Rambó Banánja. Miért? Miért ez a neve? Szia Éva Pribilián, szervusztok, sziasztok! Wolf, lol, remek! Szia Tímea, szervusz Tibi! Virág Ziegler, köszönöm szépen! Istinek, hogy itt vagytok! Én is magamon nevetek! Én szoktam, én ilyen vagyok, egy ilyen kis magamon így el vagyok, meg nevetgélek, meg ilyesmi! Pudig Péter! Hallod, úgy megkívánom itt a végén a pudingot, az lesz itt a vége, hallod? Jó a nevetés, köszönöm szépen. Én elárulom, hogy mert vagyok NGT Noelnek dolgozok, és neked adsz modit. Hát, hogyha NGT Noelnek dolgozol, akkor nyilvánvalóan neki már dolgozol, úgyhogy hát lecsúsztál az én moderátori. Pedig pont addig akartam neked egy moderátort, képzeld el, de hát sajnos ezért most már sajnos nem. Itt már minden volt, az biztos stay forever. De te mindig itt vagy, ez a lényeg. Szia, te vagy a kedves Vidisem, köszönöm szépen Isti, nagyon kedves vagy. Hogy vagy? Fifi, jól vagyok, köszönöm szépen, csak kiégtem a saját hülyeségeben. És amúgy kíváncsi leszek erre a horror játékra, amit körülbelül 10-15 perc mivel kezdek. Hát nem, hát még egy olyan 20 perc. Laura Kónya, nagyon szépen köszönöm a 12 hónapos tagságot. Egy éves lettél, Laura, milyen érzés? Nagyon szépen köszönöm, szia Peti, jó játékot. Szerbusz Laura. Laura Kónya, köszönöm szépen. Ezt a poszteget küldöm. Köszönöm szépen. Az én nevem egyedi. Moszatos Fing. Ez az milyen amúgy? Most nem azért a 2 forint, de az milyen? Képzeld, Pety, felvettek abba a súlyba, ahova menni szerettem volna, ráadásul 14-nek. Krisztián, lehoztad. Nyomod. Ez le van hozva, Krisztián. Krisztián, ez le van hozva. Gratulálok. Gratulálok. Van, amikor saját válaszom jön nevetek dolgozott közben. Kyle, én is így vagyok ezzel, én nagyon szeretek, én nekem nagyon, nagyon érdekes humorom van, én nagyon szeretek röhögni, de akik ismernek személyesen, azok tudják, hogy én kiszakadok általában mindenen. Viktória Pázmán, de rég láttalak, Viki, jól vagy? Köszönöm szépen a 13 hónapos tagságot, vagy itt voltál eddig is, csak elkerültem a figyelmemet? Tess, Echo Vágold! A tanár beszélt az órán, hogy mert nem jó biciklit mosni a kertbe, és megszólaltam, hogy közcső a terebész, miről van szó?
Okay, nem tudom. Elviszem sétálni a kutyát, aztán jövök vissza majd. Okés. Jó röhögés, nektek is. Emlékszem, mikor beolvastál a nevet, az volt annak az embernek a neve, hogy Owen lábúja. Az én testrészeim már mind itt volt a cseten. Jó, volt azért valami nem, de... Én azon röhögök, ami nem vicces. Az egyik taránomnak az a neve, hogy Eufrozina. Az elég érdekesen hangzik. 17 óra fele kezdjük a horrort, addig beszélgetek itt a csettel, meg hát azért nyomom itt a küldetést mögöttem, a szagos bajok küldetést. Ti is próbáljátok ki ezt a játékot, nem sokára event lesz, majd lesz húsvéti event 20-valahanyadika körül. Akkor majd elvileg ilyen iszé tojásokat kell majd gyűjteni. Az normális, ha magamba gondolom, egy random elnevetem magam az órán. Igazából én inkább leszek ilyen ember, aki mindenen röhög. Oké, okay. Hegedűs Angelika, szervusz, sziasztok, kukimuki. Kukimuki, ez a játék, ez a horror játék, ez nem tudom, hogy miről fog szólni, elméletileg a nővéremmel lesznek problémák. Elvileg megszállja egy démon, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek rá. Barackos Péter, az én vagyok? Felveszem a napszöveget, én is. Vegyük fel együtt, Norbert. Azért mondd meg őszintén. Azért mondjátok meg őszintén. Most legyünk őszinték. Először is a moderátorokat szeretném megkérdezni. Mert tudom, hogy ők csak jót fognak írni. Aki nem, azt kibanoljuk. Annak el is veszük a moderátorságát. Köszönjük, hogy itt voltatok. Tehát a moderátorokat szeretném megkérdezni, hogy én egy 10-es skálán mennyire vagyok jóképű. Várjatok, még be is pózolok. Moderátorok csak 10-est írhatnak, ha nem azt írják, banoljuk őket. Tudom, hogy 11, köszönöm szépen. Erről van szó. Josi azt írta, hogy 0/10, akkor jobb klik, felhasználó idéglenes, felhasználó elrejtés ezen a csatornán. Mehet is. Ez ennyi volt. Na, hát akkor lehet még szórakozni. Josikám, megmondtam, hogy ez lesz. Én megmondtam, hogy ez lesz. Tehát mondtam neked valamit, Josi. Nullát írsz, lehagytál egy egyest, még egy nullát és egy egyes még lehagytál mellé. Köszönjük, hogy itt voltál. Ismét ki lett banolna, Josi. Olyat ráküldtem, hogy az hihetetlen, csak úgy csattant a Harry Potter fején a gyereknek. Ezt így kapta is, ez így ennyi volt. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Legközelebb. Egy moderátor felvétel, szabad hely van. Várunk mindenkit sok szeretettel Discord szerverre, és új zeneállító és figyelő hangtechnikust is keresek a csatornán, akinek ha azt mondom, hogy állj, akkor már rég leállította volna a zenét, de hát ugye Josit kibanoltam, úgyhogy most manuálisan kell magamnak legállítani. Szóval felszabadult egy moderátor hely, és egy zenei technikus hely is. Köszönjük szépen. Várjuk a jelentkezéseket a Discord szerveren. Köszönjük szépen. Ez ennyi, azt mondja Szalai Panna. Ennyi volt. Ennyi volt. És nem fogom neki most már visszaadni. Kész. Azt hitte, hogy viccelek. Amikor az én csodálatos énemről van szó, akkor igenis. Nem, amúgy tudom, hogy ronda vagyok, skacok, csak hülyéskedek, de attól még Josit banolva hagyom. Max 8 emoji. Gyorsan felszabadult egy, így két pozíció. Így van, István. Így, ennyi, érted? Pörgünk. Pörgünk, érted? Érted? Így. Milyen gyorsan tudod ezt megcsinálni, mi? Nézd Pétert! Na, ezt nem tudod megcsinálni utánam, Josi, mi? Figyeld, én Jackie Chan-től tanultam, majd... Alod a részeges karatamestert, azt láttad? Láttad a részeges karatamestert, Chat? Láttad a filmet? Hogy? Aj! Ennyi. Nem vagy csúnya, dehogy is nem. Öreg is vagyok már. De most már azon van, hogy ne legyek kövér. Hallod? Hát ez annyira gáz, amit csinálok amúgy. Olyan kínos. Olyan a legjobb, köszönöm szépen. Végre valaki észreveszi, hogy csak nevettetni próbálok amúgy. Az a baj, hogy ezekkel a nevettetésekkel mindig azt érem el, hogy hülyének néznek az emberek. Pedig csak nevettetek. Megbosszulom Josit. Rachel! Nem! Gyere ide azonnal! Leállítom a zenét.
Állj le! Ja, én csinálom, bocs. 12 hónapos, egy éves lett, egy éves csatornatag lett a párom. Ráhel, mellettem kell állnod. Mellettem kell állnod. Josit elengedtük. Nincs rá szükségünk. Nincs rá szükségünk. Ó, úgy látom, hogy Josi keresett. Várjatok. Na nézzük. Vajon mit fog mondani? Kíváncsian várom, hogy mit fog nekem mondani Josi. Na mi az? Mondjad, Josi, mi a probléma? Mi az? Azt hiszed, menő vagy? Tessék, nem hallom, szakadozik a vonal, Josi, nagyon rossz. Szakadozik. Valami baj van, Josi, sajnos elveszítettem Josit. Nem tudtuk ezt megbeszélni. Hát nagyon sajnálom, a térerő szerintem a homlokom lefedi, tehát a rádiós hullámokat a homlokom lefedi. Igazából, ennyi történik. Újra jön egy hívás. Igen, te itt vagyok, várjál, megpróbálom a térerő. Várj, mondjad? Mondjad. Mi a helyzet? Szia, jó vagyok. Köszi. Szervusz, nagyon jó. És hogy vagy? Josi, miért nem moderálsz, amúgy nem látlak a cseten? Mi történt? Hát az a gond, hogy... Hogy megszakadt megint. Hát ez a probléma. Na, mehetünk tovább. Ez... Jaj, szia, drágám. Josi, kell nekünk. Dehogy kell. De, a makói hagymatikum őre. Uraim, ezt egy hölgyel megcsináljuk. Na, tehát Josi, kell nekünk... Add ide! Ne jöttök ezt a homlokom! Álljál le! Na, bizony. Rakd vissza Josit! Nem tudom, hogy kell. Már én sem tudom, mert már rég elpörgött a chat. Na, rakd vissza Josit! Nem tudom, hogy kell. Mi az, hogy nem tudod, hogy kell? Tényleg nem tudom. Urbanolni kell? De nem tudom, hogy kell! Sírva fogok. Tényleg kérdezni. Nem tudom, hogy kell, én csak banolni tudok embereket. Haló? Haló? Erre bejátsza az izét? A Gedeon bácsit? Ez hülye ez az ember amúgy. Ez bolond. Na, Josi majd visszakapja kell. Majd. Nem tudom, hogy kell. Nem tudom. Csak banolni. Most pörgesd vissza a csetet oda, ahol kibannoltad. Most! Ahol ott van a banolás... Azt te is mindig ki akarod banolni? Nem tudom, már nincs ott. Megtenni. De nincs ott már. Már nincs ott. Már nem. Sírva fakadok. Hát én mondtam, és amúgy egy éves vagy. Milyen érzés a csatornámon, mint tag. Most haragszom, mert a fiamat kibanoltad. Nem baj. Meg fogom bosszulni Josit. Dehogy is. Még a mai live alatt, gyerekek, ezt most ti halljátok. A mai live-on megbosszulom Josit. Törődj bele. Nem törődök bele. Pedig muszáj lesz. Nem fogok. Nem tudom, hogy kell. Nem tudom. Köszönöm szépen Rachel a... Ja, ez te vagy. Köszönöm szépen a 12 hónapos tagságot és Taratótnak a 49 hónapos tagságot. TL3-ban, szia Peti, a pánát megrendeltem, de a pólót nem mertem, mert gyorsan fogyok. Nem tudom, hogyan csinálom, de legtöbb ruhám nagy rám. Folyamatosan csak fogyok. Ez jó hír így elsőre, Tara, de hogyha tényleg nagyon drasztikusan fogysz, akkor lehet el kellene menned orvoshoz, mert az nem mindenképpen jó. Az nem mindenképpen jó, ezt most viccen kívül mondom neked, nem tudom, hogy jártál már-e orvosnál. Jó dolog, hogyha fogysz, de hogyha nagyon krónikusan, akkor ott problémák lehetnek, úgyhogy remélem, hogy nincsen gond, Tara, semmi gond, remélem, hogy jól vagy, azért, hogyha nem voltál orvosnál, én javaslom, hogy menj el egy vizsgálatra, mert sose lehet tudni. Úgyhogy köszönöm szépen, ha majdnem 50 hónapos tagságot. Na, nem sokára kezdjük, csak meg most csinálok még egy küldetést. Még elfogadok egy küldetést, hölgyeim és uraim, nagyszabású tervek, a kancsó mogyoró. Miért minden küldetést ebben a játékban, miért mindent a Josiról neveznek el? A kancsó mogyoró. Na, hallod? Te egy izé vagy. Jó van, figyelj, jó, megveretem akkor a fejemet a macskával, na gyere. Esküszöm, sajnálom Josit. Én nem. Mindig bántod. Én
Ha tudnák, hogy mi folyik a kulisszák mögött. Ha tudnák, nem én fogom elvinni a balhét. Először is megígérte, hogy elvisz minket a bagoly vendéglőbe, és mindenkinek kisbagoly fizeti. Kisbagoly vendéglőbe, Makó úra! Mindenkinek fizeti. Nem ezt ígérte? Ott ne, voltál, be. Akkor az hol van? A múltkor le akartam húzni 5000 Robux-szal a Robloxban, nem adott Robuxot. Ja? Ja, tényleg, gyerekek, már másfél éve jön nekem egy doboz hellel, és azt se adja oda. Akkor miről beszélünk? Akkor miről beszélgetünk? Ugye, adj egy pacsit, gyere, egyet innen felülről, és innen lentről is egyet. Erről van szó. Na látjátok? Ilyen embereknek nincs szükségünk. Köszönjük szépen. Ott is van. Mondd meg neki, gyere, mondd meg a szemébe, ott van, ott téged nem, néz. Nem, mert tiszta kósz vagyok, meg nem. Jó, oké. Akkor csak a kezed látszódjon. Josi! Amúgy azt hiszik, hogy el vagy jegyezve, amúgy ez egy ígéretgyűrű. Nem vagyok még eljegyezve. Na, szóval Josi, nem mondom ki, nem szabad. Nem szabad, de tudod jól. De biztos tudja amúgy. Rohadj meg! Ennyi. Hát ez kész. Készen van. Hölgyeim és uraim, nagyon mázgás ez a cucc. Na! Ennyi, erről van szó, hölgyeim és uraim. Ennyi. Úgyhogy van egy szabad felvétel, moderátor felvételünk van. Milyen bánt az asszony? Nem bántom! Ez ki írta? Nem tudom! Hol van? Mikor? Évi farkas, nem bántom! Nem engem, hanem a Josit. A Josit bántom! Dehogy is, soha nem ütne meg. Hát sírva fakadok már, gyerekek, a végén még még óvenverőnek vagyok beállítva. Skanderben mindig hagyom egyébként, hogy ő nyerjen. De amúgy én nyernék. Dehogyis, én nyelvem. Na. Ugyan, hello, szia, Josi, mi a helyzet? Te vissza, akkor súlyos kö... Azt mondja, tehát ez súlyos köve... Mindig megszakad, nem tehetek róla, srácok. Megnyomnád ott azt a zene gombot, légy szíves. Nyomd már meg. Aha. Köszönöm szépen. Tényleg, próbáljuk meg, hogy hát, ha te megfelelő leszel. Azt mondom, hogy állj, nyomd meg a gombot, jó? Állj! Köszönöm. Ez így jó? Még egyszer? Jó, egy kis hangot adjál rá. Vedd le. Na, tudod te, ennyit kellett volna amúgy a Josinak megtanulni, ez nem sikerült. Úgyhogy mától a Rachel fogja nekem állítani a zenét. Ennyi. Azt hitték, hogy adjál egy puszit. Na. De nem, mert tiszta kósz vagyok, gyerekek! Ne hajolják ki a képből, akkor adok! Ne hajoljak ki! Mondom, gyere, hajolj! Köszönöm szépen! Na, tiszta idén! Ja, kicsit szégyellő szegény. Tudjátok, ez ilyen tipikus női dolog, hogy ronda vagyok, azt úgy a legszebb amúgy. Tehát, hogy... Na! Úristen, mi ez a 20 nem fogadott hívás amúgy a... Úristen, Jositól kaptam 20 nem fogadottat. Ezt a játékot szeretném ajánlani neked. Ó, köszönöm szépen, Bedvars cím küldött nekem egy játékot. Szia Péti, majdnem 50 hónapja követlek. Azt a mindenit Krisztel Kolt, hogy köszönöm szépen. Josika, nyugodj. Ennyi karma megérkezett, majd őt rendet rak. Imádom, hogy Capricorn amúgy nem foglalkozik az itt lévő moderátori drámával, ő csak írja, hogy 16-os Shake and Fidgets, 17-től Fatal Midnight. Igen. Most éppen a küldetésemet várom, a kancsó magyarót, még van 5 perc belőle. Úgyhogy a... Pety szép csók volt, ez nem csók volt, ez csak egy buszi. Meddig fogom még ezzel játszani? Kemény 10 percig, meg még beszélgetek veled. Várod a horrort, Pety? Nagyon durván Rambó, kíváncsi leszek, hogy milyen lesz egyébként. Angelika Mornár, Owen, te és Rachel szépek vagytok ezen a világon. Köszönjük szépen, ez nagyon kedves. Bejelölsz Discordon? Srácok, nem szoktam senkit bejelölni Discordon, de a Discord szerveren elérhettek. Szoktam beszélgetni ott emberekkel, meg ilyenek. Csevegőbe is. Beszélj vele, első sajnálom. Jaj, ne vegyétek már komolyan. Nem szabad Josit komolyan venni. Most írtam neki annyit, hogy haha. Köszönöm, amúgy Borbála vagyok, csak az édesa apám akuntját használom. Ó, értem. Szilván készül le a festmény, csak sajna lassan haladok suli miatt, de nagyon élvezem a munkát, mert nem tudom, hogy neked sem. Tényleg? Nagyon szépen köszönöm amúgy, Essi. Köszi szépen, ez nagyon kedves tőled. Én vagyok a FNAF király.
Hát figyeljetek, mindenki döntse, hogy kinek mi ki a FNAF királya. Ajaj. Ajaj. Sajnos nem tudom a Josit visszavenni, srácok, ha szeretném sem, mert ez van, hát sajnos nem fog összejönni. Sajnos ez van sajnos. Te vagy a legjobb Bowman, köszönöm szépen! Milyen a neve a játék, amivel fogsz játszani? Elvileg Fatal Midnight. És nem tudom, hogy milyen hosszú lesz, de szerintem félelmetes lesz. Pegy, te is Rachel! Menjen a horror, Puding és Ádám! Menni fog, megígérem, nem sokára toljuk. Azt írja nekem a Josi, hogy súlyos következményei lesznek, hogyha nem fogom visszaadni neki a moderátorságot. Hát, azt sajnos ki kell érdemelni. Na ezt a küldetést még megvárom, aztán pedig indítom is a horrorjátékot. Srácok, még 3 perc van hátra. Hát lehet meg fogunk ijedni ma is, lehet, hogy ma is meg fogunk ijedni, de nyugi, jó lesz az. Ú, de jók ezek a zenék, Rachel, adj le hangot! Nagyon adom ezeket a zenéket amúgy. Nagyon adom őket. Yeah. Yeah. Omen, te szeretnél suliba járni? Hát, nekem... Én nagyon szerettem iskolába járni egyébként, tényleg. Szóval ti is szeressetek, higgyétek, nem olyan rossz az. Pegy, van kedvenc bandád? Hát van egy pár csenge, de azokról nem tehettek be sajnos zenét. Köszönöm, hogy felnőttem rajtad. Bernie, egész nyugodtan, olyan nagy a hátam, hogy elférünk mindannyian rajta. Én is az apukám fiókját használom. Jó, hát az a semmi baj nincs, kacok, hogyha az apukádék fiókráról néztek, csak óvatosan akkor. Honnan tudod, hogy adj egy játéknak címet, ha nem játszottam még vele, én azt sose értettem. Hogy adjak egy játéknak egy címet? Hát Noémi pap... Azért azért általában a játékokról leírják azt, hogy miről szól. De jó a hangot, Pegy. Fifi, ez nagyon rossz volt. Tudod, kinek van jó hangja? A Rachelnek. De hogy? De. Már énekelt nektek egyszer amúgy. Most nem fog szerintem, mert eszik. Jó étvágyat. Köszönöm. Na, erről van szó. Ne halljak meg a horror játéba. Az orosz iskolás horror sztorit még egyszer végigjátszhatnád? A sztoria hihetetlen. Enikő, az még játék. Az még játék. Mégre gondolsz. Egész pontosan. Nagyon sok horror játéka játszottam meg ilyen orosz játékkal, úgyhogy nem tudom most így hirtelen, de amúgy, hogyha van miért játszani még vele, akkor én nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szívesen. Brownie, köszönöm szépen a 7 hónapos tagságot, ne arra, hogy nem vettem észre, hogy 7 hónapos tag lettél. Szia Peti, ja, ezt már rendeltem. Ugye Tara, nem tudom, itt vagy még a cseten, visszatérve a te témádra, tényleg nézd meg magad, tesó, mert sose lehet tudni. Vigyázz nagyon magadra. A Doors élőadást amúgy majd valamikor beszeretném adni, és elég érdekes videóval fogok jönni holnap nektek, és hétvégén aztán vasárnap is fogok egyet élőzni nektek mindenképpen valamiről. Rajtad nőttem föl, ahogy megláttam a videódat, és most csak is téged nézlek. Noémi, nagyon aranyos vagy, köszönöm szépen. Én nem szeretek iskolába járni, mert nagyon sokan bántanak a diákoktól a tanárokig. Zsófia, sajnálom. Tudom, hogy van olyan ember, akinek ez nehezebb. Jobb az iskola, mert most tanultuk, hogy régen gyerekeket dolgoztatták, és az rosszabb volt. Hát igen, régebben azért voltak egy-két dolgok, amik most megváltoztak. Én például még telefont sem használtam a suliba. Most meg már mindenki live-ol órán meg ilyenek, amit egyébként én nem tartok jó ötletnek, de oké. Nagyon jó videód van, elvileg én adtam egy jó horror játékot, The Classroom. Köszönöm szépen, Boglárka. Minden ajánlást nagyon szívesen fogadok. Na, fél másodperc van már. Másodperc? Fél perc van még ebből a küldetésből. A Grandma Bandát ismerem. Ismerem, hát ő egy nagyon régi. Nem is tudom, hogy ki. A Szema. A Naruto-nak a magyar hangja, ugye? Szerinted milyen hosszú lesz a game? Hát egy ilyen... Hát, ha magamból indulok ki Rambo, akkor hosszabb, de ez szerintem egy ilyen 20 perc több nem a játék amúgy. Te milyen Naruto-ról beszélsz? A Szalai Csongi, az a Bleach-ből Ichigo-nak a... Akkor annak, hát tudja a tököm, hogy mivel foglalkozik. 5 éve téged nézlek, köszönöm szépen. Én nekem se egyszerű a suli, mert el vagyok ítélve a stílusom miatt. Erről tudnék beszélni én is. Erről én is tudnék beszélni, de srácok, sose senkit se ítéljünk el. De ezt gyorsan mondd ki, sose senkit se ér. Na ennyi. Hey, kéz, győzelem, na mennyi? Hát amúgy az XP az nagyon jött, de viszont nagyon kevés a goldom. Nagyon kevés a goldom, bra, vagy nem? Kicsit fejlődök én. Fejlődés.
kitartás. Értelmet, legyek nagyon, nagyon, legyek nagyon értelmes szerintem. Ott is van értelem, ellenállás, tökéletes, oh my god. Amúgy ő az én karakterem, 35-ös szintűek vagyunk. Ezeket egyelőre nem adom el, fegyverboltban mi a helyzet. Erőt, azt kell nekem, építkezzünk, építkezzünk, minél gyorsabban fejleszünk. Yeah, erről van szó. Az a baj, még nincsenek, képezzünk. Oké, okay. Nice! Úgyhogy srácok, én kezdeném én is, ha nem probléma, ezt a horror játékot. Egy kis zenét kérek szépen, és egy kis türelmet kérek szépen, már is visszatérek hozzátok. Töltsétek le ti is a Shaken Fizz játékot, és már is visszajövök az eredeti élőadással. Úgyhogy egy kis türelmet kérek szépen. Nem volt bekapcsolva a mikrofon. Üdvözlök mindenkit nagyon sok szeretettel! Az én nevem Oliver meg Eli, és most már ténylegesen azzal a játékkal fogunk játszani, amivel akartam ma. Oh my god! Ez egy nagyon-nagyon-nagyon kerény horror lesz elméletileg. Hát nagyon kíváncsi leszek rá, hogy tényleg annyira komolyan, mint amilyenek mondják. Megnézzük, megnézzük, hölgyeim és uraim. Oh, ez a Fatal Midnight! My god! És az a baj, hogy megint nem tudom kitenni full képernyőre, hallod, mert ez a játék is annyi, hogy van egy rohadt nagy monitoron konkrétan, és ennyi a game! Ennyi a game! Mi ez a zene? Halljátok amúgy a zenét? Szóval ez a Fatal Midnight, amelyben elméletileg a nővéremet megszámja egy démon az éjszaka közepén, de Pétert nem érdekli, mert izmos. És adom neki a Stackenslit. Na, van egy olyan give up, sensitivity, és ennyi. Semmi hangbeállítás, semmi. Wake up, keljünk fel. Azt mondja, figyelj oda, figyelj. My parents, a szüleink vakáción vannak, és otthon hagytak engem a testvéremmel, a nővéremmel, a húgommal, mindegy. Néha voltak vele problémák, ami nagyon érdekes, úgyhogy utána nézek. Minden rendben volt, azon az éjszakán, amikor különös hangokat hallottam az éjszaka közepén. Ezt jól megfogalmaztam, de értitek. Hát erre én nagyon kíváncsi vagyok. Parának néz ki. Ho-ho-ho-ho. Hát durvának... Te vagy az nővérem? Úristen, ezek a hangok. Már úgy látszik, a nővérem megint felébredt, vagy rosszul aludt. Meg kell néznem, hogy jól van-e. Oh my god. Hallod, nagyon brutál a kinézete a gémnek. Hol is? Simi. Köszönöm szépen az 1000 forintot. Szia Pet, nagyon jó a szemcsi, te vagy a best. Köszönöm, hogy tenna bemondtad a nevem. Bírom az ilyen horrorokat, hajrá. Köszönöm szépen az 1000 forintot. Simi. Nagyon szépen köszönöm. Hát hallod, nagyon brutálul néz ki, csak az zavar, hogy nem full képernyő ez a gém se. Ez az egy zavar, semmi más. Semmi más, ez az egy zavar engem. Hogy nem full képernyő ez a gém. Ez engem zavar. De ezzel, talán ezzel a játékkal meg tudom azt csinálni, hogy egy arrébb húzom így, és akkor olyan, akkor többet láttok belőle. Hát most már mindegy, akkor így lesz. Tehát ez így jó, nem? Simán. Simán jó. Oh my god! Én már nem vagyok fizikálisan felkészülve erre a gémre. Ki tudtam nyitni? E betűvel. Mást is ki lehet? Nem, én ebben nem tudok közelíteni a szememmel, mint abban a másik játékban. Jó, fel vagyok készülve teljesen. Jöhet a jumpscare, jöhet a nővérem, érted? Jöhet a nővérem egész nyugodtan. Adhatja nekem a Schlackenstags-t.
Várjatok, fel kell vennem a sapit is. Igazatok van, chat. Mindig is igazatok volt. Ez az, erről van szó. Így jó. A nagy homlokomat azért takarja el. Ez ki? Ez nagyapám? Miért van minden horror játékban a házabban Gandalfról kép? Most őszintén. Mi ez a Gandalf? Basszus, beszorítottam saját magamat. Wow. Kicsit nagyon közelről látok dolgokat, olyan, mintha így a szemem így rá lenne zoomolva dolgokra. Olyan közelnek érzem a tárgyakat. Nem tudom, milyen hosszú a game amúgy, fogalmam sincs. Mi a pöcs van? Mi volt ez a hang? Hello? Nővérkém, itt vagy? Minden oké? Okay? Megint a crashod? Megint a crashod? I don't need to go there. Azt mondja, nem kell oda lemennem, először meg kell néznem a nővéremet. Megint a crashod elutasított téged? Vagy mi történt? Jaj, nem, jaj, hogy ide? Meg kell néznem a nővéremet az ő szobájába. Jó, akkor megnézem. Megnézem a nővéremet. Mi történt itt a mi? Ezt apám még nem csinálta meg? Hát milyen lakás ez? Itt vagy, nővérkém? Misu? Te, én ezzel a lakással én már találkoztam, tesó. Nagyon fura, nincs itt. Meg kell találnom. És meg kell kérdeznem, hogy hova ment. Mi? Én ezt a lakást már láttam más horrorjátékban. Ez már megint az a lakás. Ez már több horrorjáték felhasználta ezt a lakást, ezt az egész házat. Mi ez, ingyenes? Le lehet tölteni, vagy mi? Szerintem tutira. Hallod? Hová tűnt? Új, itt a naplója. A nővéremnek beleolvasok. Sziasztok! Ma megpróbáltam a crushomnak írni... Jesus! Nem akarom, léci. Nagyon aggódom. Jó, van mindegy. Azért a szobája az jó. Hova ment? Fosok. Jesus! Hello? El kell menni, nem tudom. Igen, ez az a lakás. Ez a démonos játékban, amivel a Bencékkel játszottunk közösen, abban is ez a lakás van. De szar! Úristen, hát hányszor vették meg ezt a lakást? Ez ingyenesen le lehet tölteni? Ha valaki horror játékot akar csinálni, akkor ő az ingyenes, használjuk ezt. Hát ezt az házat, ezt vágom. Ebbe úgy eltévedtem, mint az Hol vagy? Ne szórakozzál velem! Bro! Ezek a szüleim lakás. Lakása? Szüleim szobája. És ott egy elefántról kép, meg elvileg lesznek kutyás képek. Fogadjunk? Ha lesznek kutyás képek, akkor tudom, hogy melyik ez a szoba. Nővérke! Új, Jesus Christ! Rohaj, úristen, hallod ezt? Mi van? Mondtam, hogy megbosszulom a Josit. Jézusom, ne ijeszteges! Nagyon félek! Úristen! Fú, hallod, Ráhel, ne szórakozz velem, mert itt halok meg. Anyámékról van fénykép, vagy valami? Ott vagyunk. Ott vagyunk, igen. Amúgy nem tudom, hova kell menni, de megyek. Kinyitom az ajtót, nice. Oké. Okay. Először fent, körbenézek fent. Ez nagyon par... Mi van? Ne! Hello? És nem látom magamat a tükörbe. Oda néz. Azt már nem sikerült megcsinálni. Magamat nem látom a tükörbe. Jó, semmi baj. Hú, atya úristen, anyám az sose takarít? Vagy mi van? Mi? Bro, ne! Ne szocsisz velem. Lehet, hogy a nővérem vagy, de szétcseszlek. Megverlek. Jó, mindegy, lemegyek, aztán lesz, ami lesz. Zúzzunk le! Csújtsuk fel! Valakinek korog a gyomra, hallod ezt? Ezt a hallottad, tes? Mi ez a hajókürt? Jesus! Alright.
Ez a nővérem. Biztos, hogy ő. Pretty. Nagyon szép a nővérem. Nővérkém, hol vagy? Nem lehet kimenni a lakásból. Aha. Jól vagy? Kész pizzát? Van még pizzát? Ne idegesíts! Hallod? Azt hittem valami fel, hova mész? Megyek a... összeért. Ja, jó, oké. Oké. Tudod, hogy melyik? Melyik az? Tudom. Jó, meg lesz táska is. Ops. Oh my god, guys. Nem kész pizzát, nővérkém? Itt van még rendeltünk pizzát, tudod? Kedvenced? Hol a picsába van? Hol a francba van ez a nő? Nem tudom, hogy miért nem látom magamat a tükörbe, srácok. Ez nagyobb para eddig. De ezt a háza, ez a háza már találkoztam máskor is más játékokban, szóval ez... Attól még lehet, hogy félelmetes lesz szám a game. Legyünk őszinték. Oké. Okay. Semmi baj. Hallom! Holy shit, ott ment! Láttátok ti is? Aha, itt jöttem le. Kövessem! Oh my god! Hey! Hey! Nővérkém, hol vagy? Ne szorcsítsz velem! Ne szórakozzál velem, nővérem! Tudod, hogy én vagyok a anyád, de én nem! Nagy szart megyek én oda le! Basszusos kajak, le kell oda mennem? Nem itt áll előttem? Ja nem. Azt hittem. Jesus! What the hell? Hey! Hey, apu azt mondta, ne cseszed az ajtót, el vannak cseszed. Hello. No. Oh my god! Készen állok rád! Oh my god! Damn! No. Oh my god, dude! Hell no! Chat, jövök! Oh Jesus Christ! Oh my god! Oh god! No para! Megoldom, csesz meg, megoldom! Let's go! Nyis ki! What?! Holy moly, Donut shop! Ez nagyon hangos lesz, game. Ez nekem nagyon hangos lesz. Ez nem nyílik. Ez ennyi. Kész. A nővérem, a TikTok, az kiégett a TikTokon. A nővérem az elkapta. Kész. Ez gatya. Ne mondd ezt, chat. Nem szabad. Tudod jól, hogy mi... Tudod jól, mi a véleményem a horrorját... Nővérkém? Én vagyok a spety. Tudod? Nézd, itt van rólad egy nagyon szép fénykép. Jesus, elmegy. She probably... Azt mondja, lement a pincébe. Ez a faterom? Hát mondjuk megértem, hogy a nővérem az kiakadt. Ki ez az ember? Nővérkém, figyelj, minden meg fogunk beszélni. Minden meg lesz szóldva, jó? Együtt majd végig csináljuk. Mit szólsz? Azt mondja, lement a pincébe, jó? Oh my god! Gyere fel! Felfázol a pucér talpaddal! Kajkla kell mennem a basementbe, érted? Mi ez a base test? Nem tudom pumogni, de olyan, mint a boss test lenne. Jesus Christ! Oh my god! Fel kell mennem a második emeletre? Azt mondja, hogy a kompjúter, a számítógéphez közel van a flashlight. Jó van, oké. Okay. Jesus, te! Ott a kompjúter! Jumpscare! Tudom, hogy lesz! Tudod, hogy onnan?
Oké. És tudod, hogy miért? Mert ha felveszek valamit, mert akkor szokták így beszkrippelni. Fél... Úristen, mekkora... Guys! Én nem akarom ezt! De srácok, nagyon félek! Jesus! Olyat fogok szarni, mint valami hihetetlen, érted? Baszki. Baszki. Skacok? Miért találok meg mindig ilyen szarjátékokat amúgy? De miért csinálom ezt? Nem, hogy nem. Ne, úgyse a kutyám alszik. Ott alszik a kutyus, nagyon aranyos. Holy. És most vissza kell mennem a basementbe, vágod? Én erre nem vagyok felkészülve. Alexandra, ne csináld ezt velem! Alexandra Sirbeck, 4000 forint. Azt a mindenit, Alexandra. Nagyon szépen köszönöm. Nem tudom, mivel érdemeltem ki. Ne arra, hogy nem akartam behányni, csak nem tudom. Mindegy. Alexandra, nagyon szépen köszönöm a 4000 forintot. Nem tudom, mivel érdemelem ki ezeket a nagy donéteket tőled, de iszonyatosan köszönöm és iszonyatosan hálás vagyok. Remélem, hogy élvezed a élőadást és jól szórakozol. Nagyon aranyos vagy, köszönöm szépen. Pedig már rajta van a fejemen a porósapka is, meg minden. Itt van a fejemen minden. Na jó, fel vagyok készülve. Fel vagyok készülve, tesó. Fel vagyok készülve, bro. Fel, nyomom. Hol van? A démon megszállta, hallod? Nem akarok. Hú, baszki. Baszki, Alexandra, hallod? Alexandra, nem jó. Ez nagyon nem jó. Én nem eszünk inkább egy pizzát. Inkább együtt már egy pizzát. Oh, God. Oké, felnőtt férfi vagyok. Izmos vagyok, edzek. Céltudatos vagyok. Berényi körszakállam is van. Én most oda le fogok menni, mert egy férfi nem fél. Bassza meg! Nőérem! Fiú! Hello! Fiú! Vagy nem. Nőérkém! Hey! Ez nagyon kínos. De azért megpróbálok normálisan. Várjál, még egyszer. Ne érezze már rajtam, hogy félek, tudod. Köszönöm szépen Máté Minecraft a tagságot, várjál. Hey, nővérkém! Ha miért jöttél le? Tán félsz? Tudom, hogy nincsenek itt a szüleink, de tőlem nem. Figyelj, én itthon vagyok, megvédelek. Megint megbántott téged az a TikTokos srác? Megint elutasítottak? Hiába nyomtad a TikTokos táncvideókat, amiket így szoktál tolni? Nem jött elég visszajelzés rá? Vagy mi történt? Ha! Ne foglalkozz vele! Baszki! Hó! Be vagyok! Jézus! Oh God. Oh shit. Hold on. Armin, köszönöm szépen a 32 hónapos tagságot tier 1-ben! Köszönöm szépen, hogy itt vagytok! Azt a kurva! Mi volt ez? Hó! Kifli a csimpánz! Nagyon szépen köszönöm a tagságot neked is! Köszönöm szépen, hogy itt vagytok! Utálom az ilyen horrort! Hogyha elég nagy szanafab is ez a játék, akkor megijeszt majd még egyszer, majd figyeld! És hova kell mennem? Vissza? Oh, baszki. Ott is sötét. Már ott is sötét van.
Ezek anyuék! Ezek anyuék! Ez a kanyuék, igen! Fel fogom őket hinni, most azonnal! Most azonnal jöjjenek haza! Most azonnal jöjjenek haza! Jöjjenek haza a francba! Beszar! Hol a bassz a telefon? Ott van! Anya! 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 Anya, figyelj csak, azonnal gyertek haza! A nővérem elkezdett csikoltozni és pucéllába mászkál lent a basementbe. Kérlek, azonnal gyertek haza, jó? Haló? Hey son, I know what happened to it. Szia apa, szia apa. Go to your room, under the bed, there is something that will help you. Ez hogy érted, hogy tudod, hogy mi történt vele, és az ágy alatt van valami, amit használnom kell? Apa, gyere már haza, csezd meg, most tényleg ennyire fontos az hawaii utazás. I need, azt mondja, mennem kell a saját szobámba, az ágy alatt van valami, ami segíthet. Mi, TikTok feliratkozók? Alexandra, köszönöm szépen a 2000 forintot, azért érdemled meg, mert mosolcsa az emberek arcára. Jaj, de aranyos vagy, tényleg nagyon aranyos vagy, köszönöm szépen, próbálok hülyéskedni, meg elviccelni az egészet, hogy az emberek szemében ne legyen félem. Mert is a horror! Anyád, de baszod gyorsan szaladt! Hogy a... Rohadt! Rohadj meg! Hú, te! Miért megyek ilyen retek lassan? Holy God! Még az én szobám, tesó? Ez? Jesus! Jesus Christ! Kurva élet! Basszus, ez nem az én szobám! Húzok! Rohadj meg, ribanc! Most már lehet? Most már lehet? Menj már! Hát ez az én szobám, cseszd meg! Vagy nem az, vagy az ő szobájába kell? Nem úgy volt, hogy a... Nem úgy volt az enyém alatt van? Beszarok. Jó, mindegy. Ágy alatt? Ágy alatt. De nem az ő ágy alatt, mi? Akkor a szüleim ágy alatt? Ja, tuti. Akkor vagy a szüleim ágy alatt, mert az én szobámban nem enged be a nő. Jó, mindegy. Jó, jó, semmi gáz, semmi baj. Semmi baj, semmi baj, semmi gond, semmi gond, semmi gond. Megoldom, megoldom. Nyugi, nyugi, nyugi. Fú, öcsém. Én nem... Mi a pöcs ez a hang? Basz meg, kinyílt az ajtóm. Kinyílt a szoba ajtóm. Basz ki, mindjárt megöl! Hol is? Szüleim ágya alatt, hogy nem az enyémet mondta, nem? Hallod, ha rám szalad, vagy valami, itt fogok megpusztulni, csak nem érdekel, hogy 32 éves vagyok, olyat fogok ordítani, hogy anyád azt hiszi, hallod, hogy egy lánya van. Még akkor is, ha lánya van. Azt fogja hinni a szüleit, hogy két lánya van, vagy egy lánya. Olyat fogok ordítani, csak engem nem érdekel. Szerintem nem, szerintem direkt nyílt ki most az az ajtó. TikTok videót csinál a nővérem, azt mondod, azért viselkedik, így lehet amúgy. Nagyon félek. Jó, jó, be vagyok szarva, és akkor mi van? Igen, tényleg be vagyok. Mi a pöcs volt ez, ott mászik a falon? Hallod, mi ez pókember? Póknő? Baszki! Hú, ez azért durva. Ez az én ágyam. Jó, ágy alatt. Legyen már valami. Most mi van? Hol? Ez?
Na jó! Nővérkém! Te akartad jazz meg, de itt van nálam a Soteszkó, érted? A Soti! Na majd most! Majd most, chat! Di, köszönöm szépen a tagságot! Hol vagy? Futkározzál csak nyugodtan! Szétlövöm a... Hallod? Nővérem! Azt mondja, lent van az első emelit. Oké. Jól van, oké. És rendben! Ne akard! Hol? Szétlövöm. Szétlövöm. Hol? Kajak ezt mondta nekem a faterom, hogy ott megy, ott megy! Ott van, ott van, ott van, ott van! Úristen, diszkó! Diszkó party! Állj meg! Hol van? Hol van? Jön? Ne akard! Nővérem, ne akard! Elkaplak, véged! Jesus! Hol van? Hol van? Szétlőm! Szét fogom lőni! Oh, Jesus! Jesus Christ! Jesus! 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 Nem tudok menni! Mi van? Igen? Igen! Jó van! Jó van, csesz meg! Jó van, veszek! Jó van, rohadjál meg! Jó van, most már nem érdekelsz, elkaplak, véged van, érted? Pucstu! Pusztulsz! 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 Hol vagy? Hol van? Gyere! Nem bírom ellőni! Hol van már? Hallom pedig! Megint elsprintelt. Basszus, hát nem! Basszus, hát nem találom! Nem találom ezt a rohadt ribancot! De körbe megyek! Ennyi, erről megyek! Gyerekek! Tesztek el a rossz! Terrorist win! Ja! Megérkezett a rendőrség a helyszínre, és letartóztatták Danielt. Mentális stabilizáció, igen, bevett a gyógyszereket, incident, real sisters trying to get away from... Nem mondott komolyan. Nem is volt megszállva a nővérem, hanem akivel voltam, annak mentális betegsége volt, és mindent, amit látott,
az csak úgymond egy ilyen, hát a betegsége miatt. És konkrétan azért futkorászott előlem a csaj, mert próbált megmenekülni Danieltől és az ő fantáziáitól. Tehát megöltem konkrétan a nővéremet, akinek semmi baja nem volt az ég adta világon. A szomszédok hallották az üvöltést és a lövöldözést, és azonnal hívták a rendőrséget, hogy segítsenek a bajba jutott lányon. De sajnos nem volt már rá mód, hogy megmentsék a shotgun, tehát a lövéstől. Danielt a mentális kórházba vitték, azok után, ami történt. What?! Azt a rohadt, milyen plot twistje van ennek a game-nek? Azt a rohadt, ez beteg! Ez beteg, és most lesz még itt valami? Bro! Ennyi. Az de kemény amúgy. Na erre nem számítottam, megmondom őszintén. Azt hittem, tudod, ilyen klisés dolog lesz. Tudod, ilyen megszokott dolog, hogy izé, hogy jó, izé, szellem, meg mit tudom. De amúgy az áttésztori, ez egy kicsit amúgy ilyen, így. Ja. Megöltem a nővéremet, akinek egyébként nem volt semmi baja. Tehát nem volt megszállva, csak a srác, akivel voltam, annak mentális betegségei voltak, és ezért látott ilyen hülyességeket. És el volt borulva teljesen az agya, konkrétan nem volt semmi gond. És a nővérem azért futkorászott, meg gondolom, menekült az életéért, vagy valamit, akkor miért nem ment ki az ajtón, ez nyilván akarnak semmi értelmet van. De ez nagyon durva. Ez nagyon durva volt, rövid volt, gondoltam, hogy rövid lesz, de akkor is. Skacok, ez kemény volt. Na, hát akkor én szerintem el is búcsúzok tőletek. Ó, nagyon szépen köszönöm, Niki, az egy hónapos tagságot, jó volt. Hát szerintem is jó volt. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a, hát a rövid kék. Én most már lehet, hogy egyre több még az ilyen rövid játékokat is inkább lefogom nektek streamelni, hogy együtt féljünk meg ilyesmi. Én tökre szeretem ezeket a rövid streameket is csinálni, hogyha neked is tetszett. Most nyilván a Shake and Fidget együttműködés miatt húzódott el, de lehet, hogy egyre többet fogunk ilyen rövid élőadást tartani így együtt, hogy együtt féljünk a horror játékoktól, de szerintem ez csak a horror játékoknál lesz. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. A nap további részében én köszönöm szépen, hogy nem, hát legyetek jók. Viszont tudjátok nézni ezt az élőadást mindenféleképpen, és azt szeretném még nektek mondani, hogy holnap videóval fogok érkezni nektek, ha meg lehet, hogy szombaton, és vasárnap pedig ismételten egy jó élőadással. És hogyha tudtok hasonló jó kis horrorjátékot, ami ilyen, mert egyébként nagyon király volt, akkor várom az overmekerikukos@gmail.com-ra bármilyen játékot, ami még nem volt a csatornán, vagy ami már volt, de jött rá frissítés. Szóljatok, mert én nem nagyon tudom ezeket követni, úgyhogy várom az e-maileket. Instán, instapóz, mehet egy instapóz? Na, jöjjön egy instapóz. Csináltok egy Instagram storyt, hogy én azt visszasztorizhassam most. Várok még egy kicsit. Még mindig várok. Na, aki csinált annak a sztoriát, visszasztorizom. Tök jó. Úgyhogy köszi szépen, hogy itt voltatok, és remélem meg tudtalak ma benneteket nevettetni ismételten. És hamarosan találkozunk. Addig is sziasztok, vigyázzatok magatokra, srácok! Csak azt nem értem, hogy miért nincs zene. Ja, mert Josit kibanoltuk. Akkor magamnak kell.